a Pacsirta nevű termál fürdőkomplexumba látogatunk el, ahol rengeteg az egészségre nagyon jó hatást gyakorló terápia létezik. Az egészből ma önöknek négyet fogunk bemutatni, én már nagyon izgatott vagyunk, úgyhogy vágjunk is bele. Sok olyan videó van az interneten, amikor látjuk, hogy csigák mászkálnak az emberek arcán. Ezt úgy hívják, hogy csigaterápia. De hogy mire jó, azt mindjárt megtudjuk. És ők az én kis barátaim, akik itt fognak mászkálni az arcomon. Natália, most nem utána. Natália, kezdjük talán ott, hogy mi is az a csigaterápia. Tak, rádlekoterapia provoditza afrikánskimi ahaténami. A csigaterápia afrikai ahhát csigákkal zajlik. Ezek a csigák nálunk nem őshonosak. Meghívlak tehát, hogy kipróbáld ezt a csodás terápiát. Tessék, vedd fel ezt a sapkát. És mit érez a páciens a terápia során? Első ránézésre ez nem egy kellemes folyamat, de valójában nagyon elégedett lesz. Ezt garantálni tudom. Most vegyük ide a hátára. Hogyan kell etetni a csigákat, hogy organikus legyen a nyálkájuk? Ők gyümölcsöket és zöldségeket esznek, vagyis tököt, sárgarépát, káposztát, uborkát. Most nyáron szeretik a lédús gyümölcsöket, mint a görög és a sárga dinnye, a barack és a szőlő. Egyelőre még szokják az új helyet. Utána elkezdenek mászkálni. Meg fogja érezni. Igen, és milyen hatással van ez a terápia a bőrre? A nyálkájuk számos hasznos tápanyagot tartalmaz, mint például az alatonin, elasztin, kollagén, különféle vitaminok és mucin. Ezeknek köszönhetően a bőr feszesebb, hidratált és világosabb lesz. A nyálkájuk kiváló az akne és a szem körüli sötét karikák kezelésére. A csigák nyálkája nem okoz allergiás tüneteket, efelől nyugodt lehet. Érzi már, hogy másznap? Olyan masszázszerű, hullámzó mozgás, igaz? Ennek köszönhetően serkentik a bőr alatti vérkeringést. A homlokon mászkálva megszüntetik a migrénszerű fejfájást, a szemhéjakon mászva pedig leveszik a fáradtságot a szemről. Ezzel együtt megnyugtatják az idegrendszert, és csökkentik a stresszt. Ezért ezt a procedúrák férfiak is igénybe veszik, akik részt vettek az atóban, vagy komolyabb stressz helyzetet éltek át. Az ahhácsigák nálunk kókuszfölden élnek, ami kókuszreszelékből áll. Minden este megmossuk őket. Mi 40 csigát tartunk, ami viszonylag sok. Különféle méretűek vannak. Ezek a csigák akár 30 cm-esre is megnőhetnek. Ők számítanak a legnagyobb szárazföldi csigafajnak. Vannak még úgynevezett királyi ahhácsigák, amelyek fehér színűek, viszont ők lustábbak, nem olyan aktívak, mint ezek, ezért mi barnákat tartunk. Nem is tudják, hogy mit csinálnak éppen? Igen, ők most sétálnak, én meg felügyelem őket. Áthelyezem őket, hogy a teljes arcfelületet bejárják. Tudom, hogy érdekesen néz ki, de amúgy teljesen jó érzés is, teljesen természetes. Olyan, mintha a kis testükkel ilyen hullámos mozgásban masszíroznák az arcomat. És fiatalít. Most leveszem a csigákat, és csinálok önnek egy könnyed arcmasszást, hogy a maszk jól beszívódjon. Nagyon szépen köszönöm, Natali. Nagyon jó érzés. Annyira ellazultam, főleg ez a masszázs utána, mindenkinek ajánlom. Jó, úgy, most milyen procedúra elé nézünk? Szia, Kamilla! Szeretnélek meghívni téged egy lávaköves masszázsra,
aminek nagyon sokféle jótékony hatása van. Ez egy különleges kővel végezzük ezt a masszázsformát, ez bazalt kő, ami vulkanikus eredetű, nagyon jó a hőtartó hatása, és nagyon különleges tulajdonsággal rendelkezik. Az benne a nagyon különleges, hogy ő átveszi tőled a negatív energiákat, és pozitív energiává változtassa őket át, ezért még csak depressziós megbetegedéseknél is alkalmazzuk ezeket a lávaköves masszázsokat. Úgy szeretném, ha kipróbálnád, egészségügyileg is nagyon jó hatással van. Például, ha folyamatos bronchiális megbetegedések, tehát légúti megbetegedésekben szenved az illető, azoknál is nagyon segít, akkor kicsit közelebb tesszük a légúti szervekhez, de amúgy a test energiaközpontjára, tehát a gerinc mellett fogjuk végigpakolni rajtad ezeket a köveket. Mi ezt a lávaköves masszást úgy végezzük, hogy először egy lájtosabb svéd masszázsal felmelegítjük a szervezetedet, mivel a kövek forrók, 50 fokosak. Hogy és az nem fog fájni, hogyha ráteszed? Nem fog fájni, mivel én azt saját kezemmel adom át először neked a hőt, előbb a kezemet melegítem fel, aztán a te testedet, és majd utána pedig szépen fokozatosan fogjuk felhelyezni rád a köveket, hogy majd ők is melegítsenek át téged. Egy ilyen masszázs például, ha csak a hátadat fogjuk masszírozni, akkor 5-30 perc, ha pedig az egész tested, akkor egy olyan 1 óra szokott lenni. Mindenki nagyon megnyugszik ennek a masszázsnak a hatására, visszajáró vendégeink folyamatosan visszajeleznek ezáltal, hogy jobban tudnak aludni, segít az alvás problémákba, segít az ideg fájdalmakat megszüntetni, tehát azáltal, hogy átmelegít, azáltal elvonja a figyelmet a fájdalomról, így nem érzed a fájdalmaidat. Természetesen ez nem egy orvosi kezelési módszer, úgyhogy csak erre nem szabad hagyatkozni, de viszont nagyon sokat tudunk segíteni, hogy mindenki jobban érezze magát. Úgyhogy szerintem próbáljuk is ki, feküdjél le, ne félj, nem fog fájni. És úgy komplex ez az egész, hogyha például előtte egy termálvizes fürdőt is vesznek? Igen, tulajdonképpen először jött a termálvíz, aztán jött a masszázs. Miután rájöttek arra, hogy a termálvíz mellé nagyon sokat segít a masszázsterápia, azért lett ránk szükség, mert legtöbb vendégünk eljön gyógyulni ide a termálfürdőbe, és komplektbe szeretne hozzá egy masszást is, mivel a mindennapi sietős hétköznapok, a munka mellett nehéz ezt összehozni, hogy még most 2 óránként elmenjenek egy masszázsra, vagy 2 órára egy masszázsra minden este. Egy fárasztó munkanap után itt sokkal könnyebb ezt a szolgáltatást igénybe venni, mert ugye 2 órát fürdenek, és utána feljönnek a vendégeink egy jó masszázsra, ezáltal megszűnik a fájdalom, ellazulnak az izmaik, különböző masszázstechnikákkal dolgozunk. Ugye van egy ilyen hit vagy tévhit, nem is tudom, cáfolj meg, hogyha igaz, hogy inkább idősebbek veszik igénybe, úgy a termálfürdőt, úgy az utána ezt a procedúrát, vagy vannak fiatalabb vendégeitek is? Ez egy teljesen tévhit, a legfiatalabb visszajáró vendégem nem sokára fog megérkezni, egy 5 éves kislány. Kisgyerekekkel együtt jönnek családok, és már gyerekkortól nagyon egészséges a masszázs. Nagyon sok gyerek születik mellkasi rendellenességgel, vagy gerincferdüléssel, akár egy luttalppal. Ezekben mindben nagyon sokat tudunk a korrigálható gyermekcsont miatt. Nagyon sokat tudunk segíteni egy masszázssal, például egy masszázskúrával, mivel a gyerekeknek még olyan a csontjuk, hogy még lehet rajta segíteni. A felnőtteknek már egy kicsit nehézkesebb. Uh-huh. Tehát akkor jobb a megelőzés. Ez megelőzésnek is nagyon jó, de viszont kezelésnek is nagyon jó. Közben érzel-e bármilyen kellemetlen érzést?
Nagyon jó ez is, és nem is olyan forró, mint amilyen gondoltam. Most komolyan 50 fokos? Igen. Nem érezni egyáltalán. Most na, érezni, hogy meleg, de nagyon kellemes. És gondolom, ez az olaj is segít neki, hogy sokkal simábban halad végig a testemen. Igen, azért közben-közben át szoktunk még egy kicsit kenni. Most végig rakod kövekkel a hátam? Igen, most amit mondtam is neked, hogy az energia középpontját, tehát a gerinc mellett fogjuk végig rakni a köveket. Itt a leghatásosabb és a leggyógyítóbb. És mit kell csinálni ezután a procedúra végén? Kell ezt a hőt tartani, vagy le kell zuhanyozni, vagy bármi? Teljesen vendégre válogatja ezt a procedúra végén általában a legtöbb vendégünk megköszöni, és azt mondja, hogy én akkor most elmegyek egy órára aludni, mert valóban ténylegesen ellazít, és nagyon sokat segít azokon az embereken, akik ugye alvás problémával küzdködnek, valakinek nagyon nehezére megy kikapcsolni az agyát, ugye sok gond, sok munka által kapott stressztől, és itt a kő minden pontjában megpróbál rajtunk segíteni, elnyeri a rossz energiákat, és megpróbál téged teljes mértékben ellazítani. Kamila, közben letelt a 20 perc, amennyit szoktunk ezzel a bazaltkövekkel feküdni a testünkön. Lassan ellangyosodtak. Lassan el is langyosodtak, igen, valószínűleg érzed, hogy már most kezdenek veszíteni a hőből. Ezek a kövek átadták neked mindent, amit csak tudnak, tehát a hőt. Elvették tőled a negatív energiákat. Kicsikét így megnyomogunk. És akkor szépen lassú mozdulatokkal le fogom venni rólad, ne ijedj meg, jó? Finoman kitakarunk. Én teljesen elazultam. Nagyon örülünk neki. Általában hagynak maguk után egy-egy piros foltot, amik egy olyan 15-20 percen belül el is tűnnek. Ezek a pontok csak a hőtől képződnek, nem égési sérülésekről van szó, senki meg ne ijedjen, csak a melegtől kipirosodott egy kicsit a felső hám réteg a bőrödnek. A gararupa halacskák, sokan hallottatok már róla, hogy leeszik a kis bőröskét a lábunkról. Na most kipróbáljuk ezt. Заходимо в душову, я вам нож. Most belép a zuhanyzóba. Én leöblítem a lábát, és utána megyünk az akváriumhoz, ahol 10 percig fogunk ülni. Прошу, заходимо сюди. Прошу сідайте наверх. Tessék, lépjen ide. Most üljön fel oda és engedje be a lábait az akváriumba. Egy perc kell, hogy megszokja, utána minden rendben lesz. Ezt a halfajtát gararufának hívják. Erre a terápiára még a 19. században jöttek rá Törökországban, teljesen véletlenül. Akkoriban elsősorban a szultánok és a gazdag emberek használták, majd fokozatosan átjött hozzánk Európába is, majd Kínába és a világ minden tájára. Ukrajnában már mesterségesen tenyésztik őket, mivel ezek folyami halak, amelyek szeretik a meleget. Mit csinálnak a halacskák a bőrrel? Вони то все з'їдають.
Ők megeszik a bőr elhalt felhámrétegét. Nincsenek fogaik, hanem felső ajkaikkal szivogatják a bőrfelületet. Ezzel együtt egyfajta masszást is végeznek, aminek köszönhetően a viszér kialakulása is megelőzhető. A halak megnyugtató hatással vannak az idegrendszerre, valamint gyógyítják a pikkelysömört és különféle bőrbetegségeket. A halterápia után sokan jobban alszanak. És kinek javasoltam úgy ez a terápia? No, в основном рекомендуется для дорослих, конечно. Elsősorban felnőtteknek. Van azért még egy dolog, hogyha van repedés a bőrfelületen, akkor a halacskák ezeket szépen kezelik. Fél évre elég egy ilyen terápia, amit nem csak nők, hanem férfiak is igénybe vehetnek. Mennyi ideig kell itt ülni? 10 percig. A javallat napi 20 percet ír elő, de ez már vendégtől függ. Aki szeretné, az egyben is letöltheti itt ezt az időt, de jobb, ha két részletben 10-10 percre osztják fel. Milyen gyakran kell eljönni egy vendégnek? Lehet minden nap is, de egy kezelés alatt 4-6 alkalommal kell elvégezni ezt a procedúrát. Lehet látni majd rögtön a különbséget? Azonnal nem fogja észrevenni a változást, hanem csak majd olyan 3 alkalom után. Az első alkalommal a halak közel 30-40%-át tisztítják meg a bőrfelületnek. Ahogy beletettem a lábam, rögtön ilyen csiklandozós érzés fogott el, de hamar meg lehet szokni. Az orvosnő is elmondta, hogy nincsen foguk, ezért olyan kis csiklandós hatása van. Nem tudom, kb. 10 percet kell ülni, aztán majd meglátjuk, milyen változás lesz. Úgy látom, 10 perc után is még találnak rajtam valamit, mert fáradhatatlanul dolgoznak. Mondjuk párat látok, amelyik már ellustult odalent. Mindig tartanak egy kis szünetet, és visszajönnek egy körre. Kész, letelt a 10 perc, kiemelheti a lábát. Óvatosan. Ano. Közben nézzük, hogy ne essen ki a földre valamelyik halacska. Nagyon szépen köszönöm. Mindenkinek ajánlom. Kedves egészségére, jöjjön máskor is! Nos, Kamilla, hát mivel én szerettem volna, hogyha egy teljes test bőrradírozást végzünk, de te inkább a lábaiddal szeretnél foglalkozni, ezért Popsitól lefelé fogunk csinálni egy bőrradírozást, és Popsitól lefelé fogunk csokoládéval bekenni. A bőrradírozásnak az a különlegesen jó hatása van, ugye, hogy megtisztítjuk az elhalt sejtektől a bőrödet, ezáltal felfrissül, sokkal puhább lesz a tapintása, nagyon jótékony hatása van, nem alakul ki, hogyha rendszeresen végzed, nem alakul ki cellulit, amitől ugye mind nők minden igazán félünk, igen, tartunk, küszködünk vele legtöbben. Továbbá teljesen más lesz a vízháztartás, a nyirokkeringés jobban megindul a tekercselés, a csokoládés tekercselés hatására is, és a bőrradírozás hatására is. Ezt egy lefelmozdulattal fogjuk elvégezni, ami szintén már egy nyirokmasszázsnak megfelel, és sokkal jobban beindul a bőrkeringésed a lábaidba ennek a hatására, szebb lesz a színe a lábaidnak, teljesen más lesz a bőrnek a látványa és a hatása és a tapintása is. Na hát akkor kezdjük el, ugye? Igen, kezdjük el. Üljek fel? Igen. Mit szeretnél, Kamilla? Van nálunk nagyon érdekes cukor alapú bőrradír, és van só alapú. Az én kedvencem a só, de nem legyen. Akarom ráderülteni. Én bízok a szakértelmedben. Ez egy mézes mandulás. Nagyon finom illata van, szagold meg. És milyen jó színe van. És ilyen szép színe is van. Kéne amúgy az egész testen, igaz? Ezt kellene amúgy az egész testeden, hogyha szeretnéd legközelebb, ha jössz, akkor megcsináljuk. Igen, az egész testeden. Ezt akár hetente egyszer is lehet, hogy a felső elhalt hámsejtektől megtisztítjuk a bőrödet. Ez nagyon hatásos nyáron, és nagyon hatásos akár télen is, mivel télen a ruha viselete, az öblítők, a mosószerek károsítják a bőrünket,
nyáron a nap, a hő ingadozások, és azáltal, hogy mindig megtisztítjuk a felső elhalt hámsejteket, elsősorban tovább maradunk fiatalosak, rugalmasabb lesz a bőrünk ezáltal, és szép, fényes, egészséges lesz a bőr. Továbbá kitágulnak a pórusok, így sokkal jobb a befogadó képessége a bőrödnek, hogyha ezután szeretnénk egy tekercselést végezni, most például mint csokoládéval, akkor sokkal nagyobb a hatása. A bőrradírozást akkor így máskor is, így minden napokra lehet ajánlani, igaz? Minden napokra is lehet ajánlani. Hetente egyszer szoktuk ajánlani. Ha problémás már a bőr, tehát például cellulitis van már a hölgyeknél, de nálad nincsen, Kamilla, hál' Istennek, nagyon szép a bőröd. Hogyha cellulitis van, akkor lehet akár két naponta is. Kicsit felgyorsítjuk a bőrnek az anyagcseréjét, ezáltal megindul, de ilyenkor is nagyon oda kell figyelni a folyadékfogyasztásra. Több folyadékot kell fogyasztani, több vizet, ivóvizet. Tehát az a lényeg, hogy bubimentes ásványvíz. Bubi, már mindenképpen bubimentes legyen, és ez nagyon sokat segít. Ezáltal a letapadt salakanyagok sokkal gyorsabban ki tudnak örülni a szervezetünkből. Nekünk vannak visszatérő hölgyvendégeink, akik például először jönnek egy nyirokmasszázsra, vagy egy anticellulit masszázsra, utána egy bőrradír, és utána ezt a kezelést zárja egy tekercsel, és ezt 10 alkalmas uraként szoktuk ajánlani. Akkor így a kezelések meg a terápiák egymást kiegészítik, igaz? És akkor... Igen, kiegészítik. Nos, Kamilla, akkor elkezdjük a csokoládés pakolást, amit amúgy nálunk teljes testfelületre megy a csokoládé, de most a kép kedvéért, a felvétel kedvéért csak a lábaidat fogjuk bekenni. Bár szerintem örültél volna, ha tetőtől talpig csok is lehetnél. És akkor gondolom, azt mesztelenül kell csinálni. Hát nem egész mesztelenül, mert ugye a hölgyek mindig azért egy kicsit szégyellőskések. Van nekünk egyszer használatos fehérnemű, és akkor azt adjuk a hölgyvendégeknek, a férfiaknak is, bár azt hinnéd, hogy ide fiúk nem jönnek. Jönnek? Jönnek. Nagyon szeretik a férfiak is. Egyre több vendégünk van, férfeleség, ezért lett így kialakítva, hogy két ágyas a szobácskán. Együtt tudnak relaxálni. Együtt tudnak relaxálni, nagyon szoktak örülni, akár fiatal házasok, akik eljönnek hozzánk, összekentelek, bocsáss meg, eljönnek hozzánk például pihenni, akkor ők is igénybe veszik ezt a csokoládét, nagyon romantikus, gyertyát gyűjtünk, zenét kapcsolunk, és 40 percig ilyen csokoládé illat. Gondolom, ez nem az az ehető fajta, amit le lehet nyolni. Ez kozmetikai csokoládé, aminek nagyon jó hatása van a bőrre. Elsősorban nagyon sok vitamint tartalmaz, A-E vitamint, nagyon sok ásványi anyagot tartalmaz, ami szintén felpuhítja, felágyítja a bőröd, a bőrödnek beindítja a vízháztartását. Anticellulitis hatása van szintén. Továbbiakban, mivel most nyár van, nagyon jó hatással van a nap energiájára, nagyon szépen lehet tőle barnulni. Igen, és még nagyon jó, hogyha tehát bőrradír után így be vagy tekercselve, akár egy szoláriumozásra is előkészíti a bőrödet, valamint hogyha ilyen egyenletlen felületű a bőröd, akkor nagyon szépen simává varázsolja, és kezeli az egyenletlen bőrfelületeket a csokoládé, már nagyon régóta használják kozmetikai kezelésekre,
és ilyen teljes testre, ez mehet az egész testedre, akár a hátadra, a mellkesodra, a hasadra, striákat kezelnek vele. Most azt szeretném tőled megkérdezni, Kamilla, hogy bekenhessük-e a hátul a lábaidat. Bevizem. Jó. Akkor most így fogjuk kenni, amit amúgy hasonfekve szoktunk elvégezni. És ezt is mindenkinek ajánljátok? Ezt is mindenkinek ajánljuk. Ez egy meleg csokoládés masszázs, mert ezután be foglak tekercselni, és látod, ahogy alattad is van ilyen alufólia, ez hőtartó fóliának nevezzük. Meleg csokoládépakolás. Ez nem azt jelenti, hogy a csoki van felmelegítve, hanem a te saját tested hőmérséklete fogja felmelegíteni rajtad a csokoládét, azáltal, hogy alulról, felülről beleszel tekerve hőtartó fóliába. És akkor mehetek be a sütőbe, mint a sütő. Mehetsz be a sütőbe. Fogyókurázóknak is nagyon szívesen ajánlom. Pár centimétert is lehet akár veszíteni. Nem szabad csokit tenni, de legalább kenjük magunkra. Igen, aki nem ehet csokoládét, az legalább kenje magára. Folyt rajtam a csoki. Teljesen klasszul nézel ki, igen, nagyon szépen megizzadtál, megfogyt rajtad a csokoládé. Ebből is látszik, hogy elindult dolgozni a nyirokrendszered, beindult a mozgás. Távozik a felesleges víz a szervezetedből. Hát Gyurcsi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttem ide hozzátok a pacsirtába, és ennyi mindent kipróbálhattam. Minden nagyon jó volt, igazi relaxációs dolog, és igazán mindenkinek ajánlom, hogy jöjjenek és próbálják ki. Nagyon szépen köszönjük, Kamilla, minél hamarabb várunk szeretettel, mert még nagyon sok mindent tudok neked mutatni. Akkor jól mutatjuk, és jó a nézőknek, mik vannak még itt. Jó, köszönöm, akkor a következő viszontlátásra. Köszönöm.